Az LMP-hez köthető Richard Field mellett az amerikai nagykövetség munkatársai is többször jártak Gyöngyöspatán az elmúlt héten, ismerték el a helyiek. Bár a település cigányvezetői hallgattak róla, a patai romák elmondása szerint arról készítettek felmérést, hogy melyik család akarja elhagyni a települést, vagy menedékjogot kérni más országban. Gyöngyöspatán hétfőig marad a fokozott rendőri jelenlét. Lovas rendőrök Gyöngyöspatán és igazoltató egyenruhások a település határában. A rendőrség hétfő éjfélig hosszabbította meg a fokozott ellenőrzést a Heves megyei településen. Szombatra egy nemzeti rockzenekar is koncertet szervezett, az egyik magánterületre pedig országos bátor magyar család találkozót hívtak össze. A szervező cáfolta, hogy a rendezvénynek köze lenne a Véderőhöz és a Jobbikhoz köthető Szebb Jövőért Polgárőr Egyesülethez. Ha innen bárki provokálni akarja a cigányságot, bár bekiabálással, részegen, józanon, teljesen mindegy milyen indokból, mi magunk fogjuk átadni a rendőrségnek. Tömegverekedéstől most sem tartottak a helyiek, de továbbra is kitartanak amellett, hogy a múlt héten a Véderő katonai táboroztatása miatt menekülniük kellett. Azt mondták, hogy a pincénél lövöldözni fognak, és hogy befogják az egész arra, az egész pincét, betelepítik katonákkal. A cigányasszonyok és gyerekek üdültetését az LMP támogatója, az amerikai Richard Field szervezte, de nem csak ő, az amerikai nagykövetség munkatársai is állítólag a helyszínen jártak, bár erről hallgattak a roma vezetők. Április 15-e előtt az amerikai nagykövetségtől volt-e itt valaki, és ha igen, miért? Nem adok rá választ. Miért nem ad rá választ? Az a saját belügyünk. De ezek szerint voltak itt? Se nem cáfolom, se nem válaszolok rája. A helyiek elmondása szerint azonban még az elmúlt napokban is megkeresték őket az amerikai nagykövetség munkatársai. Felmérést készítettek, hogy melyik család akarja elhagyni a települést, vagy menedékjogot kérni más országban. Úgy kérdeztem meg a Vajdát, amikor ők elmentek kocsival, mert hallottam, hogy a kapujában ott beszélgetnek vele, hogy kik voltak ezek, és ő mondta, hogy az amerikai követség. Igen, követség, meg voltak itt, hogy ilyen angol újságírók is, aki így fennképeket itt csinált. De a verekedés előtt? Igen, 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 ez mind előtte volt, igen, igen. És tennap előtt ugyanezek a személyek itt megjelentek a Farkas Jánosnál, akiről most beszélek, hogy mit akarunk most, hogy itt maradni, vagy menedékjogot kérni. Szélsőséges csoportoknak a pártpolitikai provokációja egyfelől, másfelől pedig bizonyos külföldi érdekeltségeknek a háttér aknamunkája. A miniszterelnök helyettes szerint a Jobbik és az LMP párt érdekei és egyes Semmilyen Zsolt által meg nem nevezett külföldi érdekcsoportok állnak a gyöngyöspatai események hátterében. Nyilvánvaló, hogy provokáció ról van szó, sőt azt kell mondanom, hogy több irányú provokációról van szó. Ebbe vannak, hogy mondjam, országon kívüli erőknek az érdekeltsége is. Ezt mindenkinek a fantáziájára és a józan eszére bízom, hogy kihámozza az események mögöttes tartalmát. Vannak erők, akiknek az az érdeke, hogy úgy állítsák be Magyarországot, hogy itt ilyen kvázi polgárháborús állapotok vannak, és itt a cigányoknak menekülni kell a falvakból, mert fasiszta rohamosztagok grasszálnak az utcán. A Jobbik az LMP-re mutogat, a radikális párt továbbra is azt állítja, nincs köze a Véderő nevű szervezethez, és ahhoz, ami a településen az elmúlt héten történt. Mondani való híján visszatértek az SZDSZ-nek a politikájához, ami pedig ugye általában arról szól, hogy a csúnya rasszista magyarok szegény, tisztességes cigány embereket bántják, kirekesztik, és ezt tudjuk nagyon jól, nem igaz. És hát az LMP azt hiszem, hogy ezzel egy nagyon-nagyon veszélyes és nagyon-nagyon romboló politikába kezdett. Gyöngyöspatán a Véderő megjelenése előtt egyébként a Jobbikhoz köthető Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület járőrözött. A hasonló szervezetek menetelését a kormány a büntetőtörvénykönyv szigorításával tiltaná meg. A módosításról már hétfőn szavazhatnak a parlamentben. Az amerikai nagykövetség adásunkig nem válaszolt arra a kérdésre, hogy milyen céllal jártak munkatársai Gyöngyöspatán a húsvéti üdültetés előtt. A kormány szóvivő a hírtelevízió kérdésére elmondta, a külképviseleteket folyamatosan tájékoztatják arról, hogy mi történik a településen. Természetesen a kormány folyamatosan tájékoztatja nem csak a külképviseleteket, nem csak az itt dolgozó külföldi diplomatákat, hanem a nemzetközi sajtót is arról, hogy egyébként mi történik valójában Gyöngyöspatán. A kormány ebben az esetben és sok más esetben is egyetlen egy dolgot tehet, hogy egyenesen és őszintén mondja el azokat a tényeket, amik valóban folynak. Nagyon szomorú dolog az, ami most Gyöngyöspatán történik, hiszen azt látjuk, hogy politikai akciókkal, politikai kalandorok
óriási nagy kárt okoznak, nem csak az országnak, de azoknak az embereknek is, akik ott próbálják vissza megtalálni a nyugalmukat.